Pálinkásné Balázs Tünde alpolgármester asszonnyal beszélgetünk, ez már a második beszélgetésünk, és most átköltöztünk Sáriba, a Zarándok Központba. Mégpedig azért, mert hamarosan kezdődnek a Sári Napok, amelynek tulajdonképpen ez egy kis beharangozója is lehet ez a beszélgetés, de a Zarándok Központ nagyon sok más eseménynek is otthont adott az elmúlt időszakban. Így van, az elmúlt év őszén kezdtük itt a rendezvényeket elindítani, de igazából januárban lett az épület teljesen átköltöztetve a régi közösségi házból, januárba költözött át minden olyan bútor és minden olyan eszköz, amit még itt az új épületben is tudunk használni, és innentől kezdve indultak el itt ugye az események és a programok, és mielőtt itt az interjúhoz ültünk, Virág Névikével gyorsan átvettem, hogy a hamar elszaladt több mint egy fél évben, milyen programok és események is voltak. Virág Névike nevét említettem, mert hogy a Sári Közösségi Házban is nagyon sokat segített nekünk ott a gondnoki feladatok és a rendezvények megvalósításában. Évi jött ide tovább ebbe az épületbe is, és vannak még itt kisegítő kollégák, és nagy mértékben nagyon sokat segít Gogolák Marian is az épületben. Konkrétan nincs még rendezvényszervező munkatársunk, van egy próbaidős hölgy, meglátjuk, hogy hogyan sikerül az itteni közösségi életet átvenni és segíteni a rendezvényekbe. Még igazából a régi csapat az, aki a közösségi házból átjöve itt szervezi a rendezvényeket. Nem kis feladat, hiszen az épület sokkal több feladatot tár elénk, nagyobbak a helyiségek, újabb eszközök vannak, újabb terek kínálkoznak, és hát nem szerencsés ezeket üresen hagyni, úgyhogy folyamatosan kell, hogy legyen kiállítása az épületben, hogy az ideérkező látogatók, turisták, zarándokok mind-mind láthassanak az épület szépségein túl valami kulturális témát is. De szerencsére mindig januártól kezdve minden hónapban akár családi rendezvények, akár más szervezet, civil szervezeti vagy önkormányzati rendezvények mind-mind teret adtak már itt a közönségnek. Így aztán volt 25-ek köszöntése, volt polgármesteri kommunikációs gyakorlat konferencia, volt zarándok konferencia, újévi koncerttel kellett volna kezdenem. Rengeteg olyan rendezvény, amik már hagyományt teremtettek az épületben, de rengeteg új rendezvényünk is van. Erdély Zsolt budapesti kapcsolata által egy budapesti idegenvezető rengeteg csoportot hoz be ide a városba, és mindenképpen ez az épület is egy célpontja ezeknek a turistáknak. A helyi szlovák önkormányzat is színházi előadást is hozott már, de itt tartottuk meg az idei esztendőben a köztisztviselők napját, ami egy különleges kiállítással volt gazdagítva, hiszen a polgármesteri hivatal munkatársainak a gyűjteménye, hobbi a szabadidős tevékenységéből készült itt kiállítás. És hát szépen-szépen lassan alakul mindamellett, hogy a szükséges eszközök, berendezések szinte majdnem megvannak az épületben, bár a színpadtechnikánk még nagyon gyengélkedik. Nagyon jó hangtechnikája van az épületnek, de a színpadtechnikát még gazdagítani és bővíteni kell. Pontosabban egy jó kis workshoppal szeretném ezt itt kitalálni, hogy hogy is valósuljon meg, de ez még a következő hónapokban jön elő ez a feladat. Aztán láthatja a televízió néző, kedves dabasi polgár, vagy épp aki a tévékameráján keresztül figyeli az itteni közvetítést, hogy az udvarban folyamatosan zajlanak a munkálatok, úgy, ahogy egy igazi rendes család készül a Sári búcsúra, úgy készül a Zarándokház is a búcsúra, átkerül ide a búcsú helyszíne, a szlovák udvar és a Mántereki út területén fog az idei esztendőben megvalósulni, így aztán szerves része lesz a Zarándokház is ennek a szép hagyományőrző egyházi rendezvénynek. Nyilván a körmenet is érinti majd ezt az épületet, de rendezvény volt már itt bál, a fiataloknak zenés rendezvény, és már akkor nagyon hiányzott ez a hátsó udvar. Úgyhogy igyekszünk most ezt is befejezni, hogy a Sári Napokban már ott is tudjuk tölteni eseményekkel a hátsó területét az épületnek.
Igen, hát itt egy kis problémában is voltunk, hogy hová üljünk le beszélgetni, hiszen az egyik teremben citeráznak, az udvaron felújítanak, vagy térköveznek, aztán gyönyörűen besüt a nap ott a bejáratnál, tehát nagyon sok helyszín van, ahol végül is ezt a beszélgetést felvehettük volna. De hát arról még nem ejtettünk szót, hogy a zarándokokat is folyamatosan várja az épület, hiszen a nevéből is látható, hogy zarándok központként is funkcionál. Így van, és jönnek is a zarándokok, nem csak várjuk, hanem szállással is kínáljuk. Legtöbbször Évike az, aki ügyeletes a zarándokok idején. Átlagosan heti 5-6 fő biztosan megszállít az épületben, általában egy éjszakát töltenek itt el, soha nem hagyjuk őket egyedül az épületben, van egy internetes nyilvánossággal is elérhető telefonszám, amin be lehet jelentkezni, és a szállást le lehet foglalni, és akkor, ha tudják egyeztetni az zarándokkal az időpontot, akkor biztosan van itt kolléga, ügyeletes kolléga, aki megmutatja, hogy hol van szállás, és egy kicsit kényezteti a zarándokokat. Épp az elmúlt héten, amikor egy megbeszélést tartottunk péntek délután, akkor érkezett meg egy fiatal hölgy, és egyedül, és sok-sok kilométer volt már itt a magyar zarándok kapcsán a háta mögött, a lábaiban és a hátizsákjában. Számomra nagyon megható élmény volt, hogy ez a fiatal hölgy egyedül az esőben, a nagy meleg nyárban, az erdő puszta közepette és egyedül zarándokolt, de rettenetesen tetszett neki a vidék, és azonnal természetesen egy kis folyadék, egy kis hűsítő, egy kis szeretet, egy kis kedveskedéssel várjuk itt mindig a zarándokokat, és miután kicsit felfrissültek, és még esetleg nem kívánnak lepihenni, akkor itt a Évi biztosan egy családias fogadtatással elvarázsolja őket. Ilyenkor általában beszélgetünk itt a városról, elmondjuk, hogy mi az, amiért érdemes legközelebb is ide visszajönni. Általában az a gyakorlat, hogy egy éjszakát töltenek itt, és folytatják tovább a zarándok útjukat, de többen igénylik, hogy szeretnének itt a környékben vacsorázni, vagy mi az, amit még bírja a lábuk, és még amíg nem sötétedik be, még itt meg tudnak nézni. Szerencsére itt a Sári városrészben is néhány száz méterre több olyan pont van, amit érdemes megkeresni és meglátogatni. Azt gondolom, hogy amióta ezt a szállást megnyitottuk, csak pozitív visszajelzéseket kapunk az itteni szállásról és az itteni vendéglátásról, fogadásról. Tudomásom van arról, hogy polgármester ott személyesen telefonon keresték, gratuláltak hozzá, és hogy ilyet még nem tapasztaltak. Természetesen sári rétes az mindig előkerül a sütőből, hogy az ízét vigyék tovább az zarándokok. Hát aztán a Évike mindig megtalálja a módját, hogy hogyan lehet itt igazán otthonosan érezni magukat a ideérkező megfáradt zarándokoknak. Éjszaka itt alszanak a zarándokokkal, tehát nincs az épület akkor sem egyedül a zarándokkal. Ahogy említettem, legtöbbször Virágné Éviket, de Bálint Dani is nagyon sokat segít nekünk ebben, és sok esetben átvállalja az éjszakai ügyeleteket. Ez az iroda, ahol most éppen az interjú készül, ez úgy van kialakítva, hogy az ügyeletes kolléga itt kényelmesen tud pihenni, és akkor, ha esetleg éjszaka is szükség van a zarándoknak valami segítségre, akkor itt rendelkezésre állunk. És hát készülünk a hagyományos sári városrésznek a hagyományosan a legnagyobb esemény sorozatára. A Rétes utca, augusztus 20-i ünnepség, sári napok rendezvénysorozat, ez mind-mind az augusztushoz kapcsolódik. Így van, és ilyenkor egy kicsit nehéz is azért, mert hogy mindenki nyaral, tehát ki az, aki éppen most ezeket a híreket figyeli, hogy akkor hogy is, mint is lesz augusztusban, és azért is nehéz, mert hogy azért ez egy tartalmas munka, ez a szervező munka, hogy megvalósuljon minden évben a hagyományőrző városrészi nap, és jó sok héttel előtte már neki kell állni a szervezéknek, kitalálni, átgondolni, megvalósítani, előkészíteni, és hát ezek zajlanak most, ezek a pillanatok. Az elmúlt héten, ahogy már említettem,
az alkotókkal tárgyaltunk, mert hogy mindig szeretünk valami nagyon érdekes kiállítást, és általában ez szokott lenni a megnyitó rendezvény a Sári Napoknak, az idei esztendőben is lesz, természetesen most ez az épület lesz a középpontja. Legtöbbször Prauda Miklós fotóinak alkottunk valami érdekes, különleges teret a Sári Napokban. Az idei esztendőben azt a gondolatsort próbáltam elmondani, és úgy látszik, hogy sikerült is, hogy meg tudjuk valósítani, hogy nagyon nagy ez az épület, több tér van benne, bár nem igazi kiállító terek, de azt gondolom, hogy néhány felületből, falfelületből, vagy néhány olyan részletéből az épületnek egészen ügyesen meg lehet ezt valósítani, így aztán 4 kiállítónk lesz, és egy olyan kiállítás megnyitó lesz, ahol 4 alkotónak a kiállítását fogjuk egyszerre megnyitni, és közösen arra a megegyezésre jutottunk, hogy Alkotói Ösvények címmel kerül megrendezésre ez a kiállítás. Garajszky Józsi bácsi festményeit és fotóit láthatjuk. Az elmúlt évben láttam azt a tárlatot Tihanyban, amikor a Tihany című festménysorozatát Józsi bácsi kiállította ott, és azóta keresem az alkalmat, hogy végre Dabason is láthassuk ezt. Tudjuk, hogy sokrétű művészeti tevékenysége van Józsi bácsinak, de azt gondolom, hogy dabasi közönség nem látta még ezeket a festményeket, vagy legalábbis nagyon kevesen jutottak el Tihanyba. Prauda Miklóstól ismét látjuk, hogy a világból milyen morzsákat hozott el a fényképezőgépen keresztül, és 2 új kiállító is meg fogja mutatni magát, az Östvényt, amin jár, hogyan is látja ezt az alkotói vénáján keresztül, Suhajdáné Irénke, én ővel most találkoztam először, bár az arca és a tekintete nagyon ismerős volt, és kiderült, hogy a testvérét ismerem, mert hogy a citerás csoportban az egyik tag, így aztán innen jött az arcvonás. Irénke nagyon régóta fest mindenféle témában, akár csendéleteket, akár tájképeket, akár hagyományőrző, például, ha jól emlékszem, akkor egy lakodalmas vagy búcsú jelenet volt, nagyon érdekes volt a sári viselet megfestve, fotón rengeteget láttuk már, de festve még nem. Az ő alkotásai kerülnek kiállításra, és hát Bálin Dani, akit említettem már, hogy sok esetben segít itt az épületben nekünk. Dani korábban a közösségi házban is munkatársunk volt, és tudjuk, hogy a cukrászati tevékenységben is nagyon ügyesen mozog, sőt, mi több, az elmúlt tanévben a cukrásztanulókat is tanította a Sári Rétesházban, és hát ebből az irányból is mutatkozik egy kicsit Daniból, mert hogy jó néhány festett tortát láttam már, amit készített, és kiderült pénteken, ahogy beszélgettünk, hogy Dani akkor mi is lesz, mert tudom, hogy rajzol is ügyesen, meg festeget is, és kiderült, hogy verseket is ír. Úgyhogy Daniból egy ilyen érdekes összeállítást fogunk látni, és ezeket fogjuk úgy elhelyezni itt az épületen belül, hogy egy érdekes kis túra, egy kis zarándoklat legyen az épületben, és ezeket az alkotásokat mind-mind elcsendesülve akár, vagy beszélgetve, de végül. Ez mikor lesz pontosan? Mikor ez lesz a megnyitó? Egy kicsit puskázok most itt a papíromból. Ez augusztus 13-a szombat, 18 órára tervezzük a kiállítás megnyitót. Természetesen a megjelenő dabasi újságban benne lesz a pontos program sorozata, és hát meghívó is fog készülni, mint ahogy az minden évben. És ezután a hagyományos sátoros búcsú a következő program 14-én vasárnap, ami szintén ebben a környezetben valósul meg, és hát az elmaradhatatlan búcsú bál a Gagarin vendégházban. Egy kicsit arra gondoltam titkon, hogy hát, ha itt lesz az idei búcsú bál, de ezek szerint a szervezők és a zenekar a megszokott jó bevált helyszínt választotta, bár itt is tettünk már egy próbát, ahogy említettem, a bárra is ügyesen jól megvalósult, lehet, hogy a következő években majd... Hát esküvő is volt már. Így van, esküvő is volt, tehát jól el lehet benne rendezni, szervezni ezeket. 15-én az egyházi búcsú és körmenet
és akkor utána lesz egy kis szünetünk, mert a következő hétvégén nagyon érdekesen alakulnak így a programok, hogy két hétvégét, két augusztusi hétvégét is magába ölelnek a sári napok, nem hétköznapokat, inkább hétvégéket. Viszont ezzel, hogy a kiállítás megnyitóval szombaton kezdünk, a következő hétvégén pedig az augusztus 20-ai ünnepséggel folytatjuk, lefedünk úgy két hétvégét, hogy át kellett szerveznünk a Rétes utcai programot, hiszen sem a nemzeti ünnepen nem szerencsés, hogyha egy gasztronómiai rendezvény, sem a hagyományos búcsú és körmenet előtt, tehát azért tudjuk, hogy a rétes készítése nagyon munkaigényes feladat, nagyon szép, de akkor érdemes rá tényleg azt az időt rászánni, hogy igazán tartalmas és finom ínyenség készüljön. Így aztán a dabasi napokban lesz megtartva a Rétes utca. Tehát az idei sári napokban a kiállítás megnyitó, a búcsú. Biztosan lesz sportrendezvény, még nem jutott el hozzám, de hát a sári napok elmaradhatatlan része a futballmeccsek, és az új utánpótlás központ és pályák környékén biztosan megszervezik. Danyis János gondolom szervezi ezt, még sajnos ezek az információk nem jutottak el hozzám, de hát számítunk rájuk a hétvégi programokban. És akkor 21-én vasárnap még lesz itt a Zarándokházban egy Garajszky Margit előadó estje. Margitkával találkozhattunk már egy színházi előadás kapcsán, amit a szlovák önkormányzat hozott ide, és a Dabasi Újság címoldalán, a legutóbbi Dabasi Újság címoldalán, így aztán bízunk benne, hogy még több ember kíváncsi rá, arra a fiatal lányként elment innen ez a lány, ide járt általános iskolába, nagyon jó tanuló volt, és Szlovákiában, Pozsonyban folytatta a tanulmányait, onnan indult el a munka világába, és most, ha jól tudom, visszaérkezett Magyarországra, és itt próbál újból megmutatkozni nekünk. Erre egy nagyszerű alkalom lesz itt augusztus 21-én vasárnapi előadó estje. És hát a hagyományos augusztus 20-ai rendezvényre is nyilván itt kerül sor a kenyérszenteléssel és a hagyományos műsorszámokkal. Igen, ennek együtt. Ugye most már egyrészt van egy hagyománya, hogy a sári város részben volt mindig ez, aztán amióta Szent István szobrunkat cseréltük és avattuk, azok egy kicsit mozdították Dabas fele, és akkor most az új épület visszacsábította ide ezt a nemzeti ünnepet. Hát akkor azt kívánhatjuk, hogy minél több érdeklődő és látogató legyen itt ezen a rendezvénysorozaton is újra, és mindenki jól érezze magát a sári napok során. Hát így van, és egy legyen szép alkalom a nyár zárásának, mert nagyon gyorsan elszaladt ez a nyár is. És hát az augusztus hónap már arról szól, hogy számoljuk, hogy még van egy hét a nyárból, még van két nap a szünidőből, és legyenek ezek a sári napos alkalmak is olyan élménnyel teliek, hogy érdemes legyen erre a nyárra is így is emlékezni. Pálinkásné Balázs Tündének köszönjük szépen, hogy mindezt megosztotta nézőinkkel, és akkor kellemes további nyarat kívánok. Köszönöm szépen.